Az Erzsébet program Magyarország eddigi legsikeresebb szociális programja. A tavalyi évben indult, és mintegy 100 000 ember nyaralhatott segítségével, köztük 30 000 gyerek egy héten keresztül pár ezer forintért. Miután nemrégiben 500 000 forinttal megemelték a program keretösszegét, idén többen üdülhetnek majd, mint 2012-ben. Az idén eleve magasabb összegről indultunk, tehát most februárt írunk, és már most van 3 000 000 forint. Nagyon reméljük azt, hogy az idei év több embernek nyújt majd lehetőséget, és több pénz lesz arra, hogy felnőttek gyerekek többen nyaralhassanak. Kétfajta pályázatra lehet jelentkezni a program honlapján. Szociális üdültetésre a nyugdíjasoknak és a nagycsaládosoknak nyújtanak kedvezményt, ezt jövedelemhez kötik. De létezik kifejezetten gyerekeknek szóló, általános és tematikus tábor is. Utóbbi segítségével tavaly több százan nyaraltak a Fejér megyei Vajtán, ismét megtöltve ezzel az üdülőfalut. Hallottuk, hogy pár ezer forintos hozzájárulással, olykor pedig önerő nélkül tudtak egy hetet eltölteni a vajtai táborban, amit külön öröm volt számunkra, hogy most ismételten annak a funkciójának megfelelően működött a tábor, mint amelyért egyébként az 1970-es években létrehozták. A megyéből eddig egyébként 1772-en jelentkeztek szociális alapú üdültetésre, és csak nem 900 gyermek adta be általános, illetve tematikus táborosztatási igényét. Lassan lejár a programra való jelentkezés határideje, így érdemes minden érintettnek még időben regisztrálnia a program honlapján, hogy kedvezményesen nyaralhasson.